Isten igéje, élő és ható. Hallgassd minden nap, vald meg, éld át, elmélkedj róla. Itt az idő, hogy átalakuljon az életed. Köszönöm szépen. Az Úr áldjon benneteket. Isten dicsőségére vagyunk együtt ezen a helyen és köszönöm a lehetőséget, hogy szolgálhatok ezen a területen is, de ez a terület sem az anyagiakról szól, hanem Istennek a jelenlétéről szól, Istennek az áldásairól szól. És amiről beszélni szeretnénk ilyenkor, amikor adakozásra buzdítunk, akkor, akkor nem, nem, nem a pénzről van szó, hanem arról van szó, amit mi kaptunk. Nekem egyik kedvenc igém, lesz majd itt, amit felsorolok, de Isten igéje az, ami helyre teszi bennünk az anyagiakhoz való viszonyulásunkat. És maga az Úr Jézus is beszél róla. Beszélt róla, és beszél róla, beszéltek róla a tanítványok, beszéltek az apostolok, pál Apostol sokat idézte ezeket a dolgokat, és sokat beszélt a gyülekezeteknek ezekről a dolgokról, mert volt valami oka ennek. Keressük az okokat, és keressük azt, hogy vajon miért, miért kellett Pálapostolnak ezekről beszélni, miért kellett Jézusnak ezekről beszélni. Nagyon egyszerű a dolog, és nagyon egyszerűen rá tudunk találni ezekre a dolgokra, ha Isten igényére koncentrálunk, és azt vesszük, abban, abban keressük a válaszokat. Nem pedig abban, hogy, kinek mennyi pénzre van szüksége. Ennek a gyülekezetnek pénzre van szüksége, annak a pásztornak pénzre van szüksége. Ha Isten igéjét őszinte és tisztán kutatjuk, akkor nagyon helyesen fogjuk látni ezeket a dolgokat. Márk evangéliumában Jézusról olvasunk, a Márk 4, 2, 3 ban azt olvasjuk, hogy és sokat tanítja val őket példázatokban, és ezt mondja vala nekik tanításában, Halljátok, ime a magvető kiment vetni. És akkor ott felsorolja Jézus, hogy milyen földek vannak a rossz föld, a sziklástalaj, útszél, stb. 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 és van jó föld. De utána a végén megmagyarázza, mert a tanítványok kérdezik, hogy ez mit jelent ez? És azt mondja Jézus, hogy a magvető az igét hinti. Tehát erről beszélt Jézus, ezért mondta ezt a példázatot. Egy fizikai példát használt szellemi dolgoknak a megértésére. Tehát az ige az, amit vet a magvető. Na most gondolom, hogy nem mezőgazdászok, vagy nem feltétlenül mezőgazdászoknak kell létálni a pulpitus mögött, akik vetik a szellemi magvakat. Tehát nem azt jelenti, hogy csak azok tudnak szellemi magvakat vetni, akik tudnak fizikai magvakat vetni. Ez nyilvánvaló. De János uh, uh, evangéliumának az első része beszél arról, hogy mi ez a mag. Ha a magvető az igét veti, amit Jézus mondott, akkor, akkor az az ige jelent valamit. És ezt nagyon gyönyörűen megmagyarázza János az evangéliumában, a János 1.14-ben, és az ige testé lett. És lakozik mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. Tehát most, ha összekapcsoljuk az igéket, és én úgy gondolom, hogy egyiket sem ragadtuk ki az összefüggéseiből, hanem az ige magyarázza mindig az igét. A Biblia magyarázza mindig a Bibliát. És hogyha ebben kutakodunk, ebben vagyunk járatosak, akkor nagyon könnyen és nagyon egyszerűen meglátjuk az értelmét azoknak, amiket a, a Biblia ír. Tehát az, a, az ige, az maga Jézus Krisztus. Tehát amikor összerakjuk itt a képeket és ezeket az apró kockákat, akkor nagyon egyszerű a dolog, az ige hirdető Jézus Krisztust veti, mint magot. Különböző földekben. És most tételezzük fel a jó földet. Én azt gondolom, hogy mindjárt, akik itt vagyunk, a mi szívünk egy olyan jó föld, hogy amik befogadjuk az igét, ami hirdettetik nekünk, abban abba, abba az felnövekszik a mi életünkben. És minden igen, nem csak ez, hanem az egész... Ö, 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 a Bibliának minden egyes része. Mert a Bibliának minden egyes része. Az Ószövetség is Jézus Krisztusról szól, meg az Új Szövetség is Jézus Krisztusról szól. Tehát bárhol olvasod Istennek az igényét, Jézus Krisztus, mint mag, kerül bele az életedbe. És ha te szíved jó föld, akkor abban fel fog növekedni. Igaz, hogy Pál Lapostól még nem igen olvashatta Márk evangéliumát, mert még nem volt leírva de bizonyára sokat hallott Jézusról bizonyságtételek alapján, tanításaiból, akár szájhagyomány útján, akár kisebb-nagyobb írásos emlékekből, de biztos, hogy tudott arról, amiről Jézus Krisztus tanított az ő életében, tanította a tanítványt és az embereket. Most Pálapostól ezért értette azt, hogy miről van szó. Akkor, amikor az anyagiakról és a szellemi dolgokról ö, ö, írt. Tehát a magvetés az nem más, mint Jézus Krisztusnak a közlése az emberekkel. Őt magát helyezi bele, Jézus Krisztust, az ige hirdető az emberek belsejébe, szívébe. És Pál az 1 Korintus 9.11-ben egyértelművé teszi, hogyha a mag jó földbe esik, vagyis Jézus Krisztus a szívben kikel, felnövekszik, akkor annak vannak kifejeződései az ember életében. És jó volt hallgatni ma, már a, a, a dicséret kezdetétől, már az alkalom kezdetétől azt, hogy, hogy, hogy azok a kifejeződések hogyan nyilvánulnak meg a különböző életekben, a dicséretekben, a, 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 a megírt dicséretekben, a, a, az emberek szívében kelt dicséretekben, a bizonyságtételekben, hogy hogy mi az, amire elvezetett engem az a mag, mi az, amire elvezetett engem Jézus Krisztus, hogy az ő dicsősége ott legyen az életemben, hogy megtapasztaltam, megtapasztaltam azokat a dolgokat, amikről az ige beszél, megtapasztaltam azokat a dolgokat, ami Jézus Krisztus bennem való felnövekedése által az életem megváltozott. Újjászült engem, új életem van, olyan bizodalmaim vannak, és olyan bizonyságaim vannak. Biztosan tudom, hogy amíg Jézus Krisztusban való hitem által csodákat élek át, megtapasztalásaim lesznek, ez, ez, ez mind, mind kifejeződése annak, hogy Jézus Krisztus bennem, mint mag felnövekedett. Egyik ilyen eredménye az, hogy az ember felismeri, hogy noha a magvető szellemi magokat vet, de a magvetőnek vannak fizikai szükségletei is. És az 1 Korintus 9.11-ben azt mondja Pálapostól, hogy ha mi nektek szellemieket vetettünk, nagy dolog-e, ha mi a testi javaitokat aratjuk? Hát nagy dolog. Hát nem, nem, nem. na. Hát persze, hogy nagy dolog. Ez egy kérdés volt Pálapostól részéről, hogy nagy dolog-e, ha mi a testi javaitokat aratjuk? Van az irodalomban egy ilyen kifejezés, hogy költői kérdés. Bizonyára sokan tudjátok, hogy ez mit jelent. Ez azt jelenti, hogy nem kell válaszolni, mert maga a kérdés tartalmazza a választ. Nem nagy dolog. Nem nagy dolog, mert azok a bizonyságok, amit ma is hallottunk, meg, meg hallhattunk mindig, minden vasárnap, vagy az alkalmakon, azt igazolják, hogy a nagy dolog az, amikor szellemi vetés van. A nagy dolog az, amikor Jézus Krisztus van hirdetve minden egyes gyülekezetben, minden egyes bizonyságtérvő ajkán. Ez a nagy dolog, mert a nagy dolog az, ami múlhatatlan. A nagy dolog az, ami szellemi, mert a szellemiek örökkévalóak. A testi dolgok pedig idéglenesek. Tehát egy örökkévaló ajándékért bizonyos testi javakat adni, az annyira elenyésző. És erre appellál Pál apostol, hogy ez. Most mi, mi a nagyobb? Mit kaptál? Örök életet kaptál Jézus Krisztusban, amit mi vetettünk, mondja Pál apostol, és azóta is folyik ez a vetés. És azt mondja Pál, hogy. Mi, miért, miért, miért mondja azt Pál, hogy olyan nagy dolog, hogyha anyagiakat aratunk ar 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 tőletek? Mert azt mondja Pál, én oda tettem az egész életemet. Lehettem volna egy jó bizniszmen, lehettem volna egy egy jó sátorkészítő, KFT vezetője. Mert ugye neki ez volt az egyik foglalkozása. És néha rászorult, pontosan ezért. Mert nem értékelték azt, az, a, a, azt a nagyobb dolgot, amit, amit Pál Lapostó munkálkodott a gyülekezetek életében. És azt mondja Pál, hogy lehettem volna oktató, lehettem volna... KFT vezető, lehet, lehet, lehetne egy nagy vállalkozásom, és sokkal több pénzt keresnék, mert így most nem keresek semmi pénzt, hanem az életemet rátettem, de hát jó volna néha enni is. Jó lenne egy, egy csacsi, amire felülök, hogy ne a lábam fáradjon el. Jó lenne a hajóutat kifizetni, ahova megyek, hogy hirdessem nektek Isten igéjét, hogy hirdessem Jézus Krisztus nektek. Ez ennyire egyszerű dolog. És ez a rész ennyire profán. És ti, akik itt vagytok, megtapasztaltátok azt, hogy az a nagy dolog, az a nagy dolog, amit szellemben kaptunk. És azt mondja Pál Apostol, hogy az 1 Korintus 9.14-ben, hogy mert ekképpen rendelte az Úr is, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek. Mert hogy oda szánták az életüket, és nem csinálnak mást. És hogyha más csinálnának. Tamás Pásztor gyakran elmondja, hogy, hogy milyen világi munkája volt. ha, ha akart volna, most, most egy, 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 bankár lenne, és hát, hogy mondjam, magán repülője is lehetne. Röpködhetne a világban, és, és élhetné az életét. Én voltam ilyen üzletkötő bizonyos bank vagy pénzügyi szakmában, és én tudom, hogy a vezetők, az én vezetőim is, hát akár 10-20, nem is tudom, 10 akárhány évvel ezelőtt volt egy olyan vezetőm felettesem, aki havonta 8 millió forintot keresett. Akkor, 10 évvel ezelőtt. Tehát az egy, az egy jó szakma. A bankszakma az egy jó szakma. Nem mondom, hogy menjetek oda minnyája, mert mert azért, tehát ahhoz kell egy olyan elhívás, amit eh, amit én nem tudtam teljesíteni eh, bizonyos okok miatt. De az a lényeg, hogy, hogy mindenki előtt ott áll a lehetőség. A, nem is tudom, Rócsődnek, vagy valamelyik ilyen nagy milliárdosnak tulajdonítják azt a mondást, hogy mindegy, hogy neki, vagy valaki másnak. azt mondja, hogy én is öt dollárral kezdtem. A lehetőség megvan mindenkinek, hogy olyan milliárdos legyen, mint én. Csak meg kell találni a módját. Tehát van a világban lehetőség arra. De akik feláldozzák úgymond a karrierjüket, és feláldozzák a világi ö, 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 pénznyereséget azért, mert olyan elhívásuk van, mint Pál apostolnak, vagy Tamás apostolnak, vagy talán itt a gyülekezetben is vannak, akik állandó munkások, azért, mert nem ezt a nem ezt a pályát választják, hanem azt mondják, hogy az egész életünket Isten munkájára tesszük oda. És en, ezt élvezzük mi, akik itt ülünk a padokban, vagy a székeken. Ezt élvezzük mi. És azt mondjuk, hogy te jó hallgatni Istenről való beszédet, te jó hallgatni a bizonyságokat, amit az eredményez, hogy az életüket odaszánták teljes időben. És akkor nagy dolog. Én azt gondolom, hogy nem nagy dolog. És én ugyanezt élem át, személyesen is. Hogy hát nekem nem kérdés, nem, nekem engem nem kell buzdítani adakozásra, és úgy gondolom, hogy sokan úgy vagytok itt, hogy titeket sem kell. Ott van a szívetekben az, hogy menjen előre Isten királysága, amihez anyagi, javak, anyagi szükségletek kellenek. A kamerák, a, 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 az, hogy közvetítsük az adásokat, ami miatt, vagy ami alapján talán. Nagyon sokan azért vagytok itt, mert, mert interneten hallottátok Istennek az igéjét ebből a gyülekezetből. Ezt meg kellett vásárolni. Azért, hogy, hogy kapjatok belőle, hogy kapjunk belőle, és akik most is nézitek az internet előtt. Tehát ez egy, ez egy annyira egyszerű összefüggés, és annyira nem arról szól, hogy, hogy, hogy nekem az én pérzemre pályázik valaki. De hogy pályázik. Azt akarom hogy Isten királysága menjen előre. És hogyha ezt akarom, akkor nekem nem kérdés. Akkor ez a költői kérdés, költői kérdés marad, amit Pál Lapostól föltett. Mert nekem az a lényeg, hogy Jézus Krisztus él a szívembe. És valaki hirdette nekem is Isten igéjét, és valaki szánta az életét arra, hogy nem, nem világi munkában, hanem Isten igényének a hirdetésében munkálkodott. És én ezért tudtam megtérni, én ezért tudtam elfogadni Istent, ezért tudtam Jézus Krisztusnak átadni az életemet. Mert vannak ilyen emberek, és legyenek is. És én azt mondom, hogy igenis, támogatom és odadom. Mindenemet odadom. Ha Isten azt mondja, hogy holnap adjam oda a házamat, odadom. De tudjátok, miért nem fogja ezt mondani? Mert akkor utána nem tudom tovább támogatni Isten királyságának az épülését. Odaadhatnám mindet, de Isten nem azt várja, hogy, hogy neked ne legyen semmid, hanem azt várja, hogy okosan gazdálkodj a pénzeddel, hogy tudjad támogatni Isten királyságának az épülését, előre menetelét. És együtt vagyunk olyanok, akik ezt megtesszük, és ezért Istennek a munkája ezekben az utolsó időkben nagyon fontos, hogy erőteljesen haladjon előre. És nagyon fontos, hogy ne kelljen azoknak, akik, akik Isten munkája van, teljes időben ott vannak, hogy ne kelljen nekik. Nekik azzal foglalkozni, hogy vajon holnap mit fogok enni. Ne kelljen azzal foglalkozni, hogy lesz-e üzemanyag a kocsiban, amivel elmegyünk evangelizálni, vagy hirdetni Isten királyságát a másik gyülekezetben, vagy építeni a testvéreket, építeni az ottani gyülekezetet. Kelljen ezzel nekik foglalkozni, gondolkozni? Ne kelljen. Én segítek, csak menjetek és csináljátok, akik teljesítőben vagytok. Pásztorok, apostolok, proféták, menjetek és csináljátok. Én pedig, amivel tudom, azzal segítem. És most ebbe a kosárba, ami majd körbe fog menni. Részt tudsz venni ebben a munkában. Jézus Krisztusnak és Istennek a dicsőségére, a királyság építésére. Az Úr áldjon meg benneteket és a ti szíveteket, hogy amit, amit oda szántatok már, akár az életetek oda van szánva, akkor egyszerűen most csak kifejezitek ezt a mai napon is. Meg a jövő vasárnap is. Meg a múlt vasárnap meg majd azután is. Számítsatok arra, hogy rajtunk nagyon sok múlik, hogy Isten királysága előre tud menni, hogy Isten királysága tud épülni. És sok ember, sok ember vágyva vágya, hogy legyenek közvetítések, hogy tudják nézni, akik nem tudnak eljönni fizikálisan. Sokan vannak ilyenek, és várják Istennek, Isten fiainak a megjelenését, megnyilvánulását. Ehhez én nagyon szívesen hozzájárulok az anyagiaimmal, a pénzemmel is. Amen. Amen. Kerest fel gyülekezetünket. Címünk Miskolc Nagyvárnyi utca 6. Telefonszámunk 0670-600-5577. E-mail címünk onlinekubacnyúzsövetség.hu.